A Nemzeti Liberális Párt országos politikai bürója a híradónkkal egy időben ülésezik, hogy eldöntse, melyik párttal kíván többséget alakítani. Forint Kucuma azt mondta, a jövőbeni kormány élére a Penelek eladja a miniszterelnököt. A párt döntése értelmében a kormányfői tisztségre az alakulat elnökét jelölik. A Penele országos politikai bűrója fogja eldönteni, hogy az USZR-ével vagy a PSZD-vel lépünk kormányra, hangsúlyozta Florin Kötzu. A Nemzeti Liberális Párt elnökét arról kérdezték az újságírók, hogy a liberálisok hajlandók lennének-e elfogadni a PSZD kormányfőjelöltjét vagy sem. A szociáldemokraták úgy bejelentették, hogy az alakulat saját miniszterelnököt fog jelölni az államfővel való esedékes konzultálásokon. A Nemzeti Liberális Pártnak van néhány korábbi döntése, amelyről nem mondtunk le. Az egyik ilyen döntés értelmében a Penélének a kormányfőjelöltje az alakulat elnöke. Persze mi javasolhatunk miniszterelnök jelöltet, de a végső döntést az államfő hozza meg. Hozzátette, emellett van még néhány feltétel, amelyet a jövőbeni koalíciós partnereknek teljesíteniük kell. Florin Kötzu szerint a kormány fő célkitűzése továbbra is a költségvetési hiány csökkentése és a befektetések növelése kell legyen. Az országos helyreállítási terven nem szabad módosítani, úgy, ahogy azt egyesek a közbeszédben felvetették, nyomatékosította a Penele elnöke. Florin Kötzu ugyanakkor elismerte, a pénzügyminisztériumról semmiképp nem hajlandó lemondani a Nemzeti Liberális Párt. Mint fogalmazott, a liberálisok által vezetett szaktárca csodákat tett, hiszen a hitelminősítő intézetek negatívról stabilra módosították az országra vonatkozó gazdasági besorolásukat.